Németországban tapasztalható az a fogalom, ami egyre többször előkerül egyébként. Hát Kelet-Európában hangsúlyosan, sőt, még mondjuk a szlovák választásra is használták, hogy igazából az eredmény az annak köszönhető, hogy egyfajta Ukrajna fáradtság van az emberekben, hogy ez a téma már ilyen jó, haladjunk, legyünk túl rajta, mennyire érdekli a németeket, vagy mondjuk a kommentelőket, hogyha van egy ilyen típusú anyag. Én azért nem látom ezt át, mert én egy kvázi buborékban élek, pont van háborús műsorom is, ami arról szól, hogy minden héten elemzünk, és én abban nem látok nézővesztést, tehát hogy az, az a buborék, amiben én élek, az, az folyamatosan érdeklődik az ilyen irányú hírek iránti mit tapasztaltok? Hát, a német nyilvánosságot nézzük, hogy a német kommentelőkre a DV magyar kevésbé látszásáját lát, lát, felületein, de á, azért azt lehet látni, hogy ott is jelentkezik ez, de azért az nagyon fontos különbség Magyarországhoz képest, hogy egyrészt Németországban egy koalíciós kormányzás van, Például a zöldek részvételével az a párt, ugye történelmileg ez egy pacifista párt volt, mindig is ellenezte, vagy korábban sajnos sokáig ellenezte a német haderő külföldi szerepvállását, tehát ebben a szerepben nekik bele kellett nőniük, és, és ők már aktív támogatói, ugye a, a Németország-Ukrajna politikájának. Ezen kívül, de hogy túlmegyünk túl a koalíción, a legnagyobb ellenzéki párt, a CDU, az is maximálisan kiáll Ukrajna mellett. Ott igazából a Fidesz szerepét, úgymond, ha lehet ezt így fogalmazni, az Alternatív Deutschland az AFD játsza, ami azonban nagyon megerősödött, mert ugye az összes szkeptikus vagy, 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 hogy te fogalmaztál, Ukrajna fáradt szavazót sikerrel elcsatornázta be többek között ezzel a témával, nem csak ezzel a témával, de többek között ezzel a témával, hogy, hogy ezt az ukrajna támogatást ezt felül kéne vizsgálni. Most itt beszéltünk erről az ukrajna fáradtságról, de kint egyébként ugyanúgy topik napi szinten, mondjuk sajtóban, nem tudom, van, nyilván van ilyen tévéműsor, tehát mennyire foglalkoztatja az embereket, Te mit tapasztalsz a hétköznapokban? Mindenki hozzá akartam tenni egy mondatot, hogy az, a, az is nagy különbség Magyarország és Németország közt, hogy az olyan számú ukrán menekültet fogadott be Németország, hogy nem lehet elmenni a probléma mellett. Tehát én Berlinben élek, egyszerűen az utcán percenként hallasz, akár a tömegközlekedésen, akár az utcán sétálva, minden kerületben ukrán hangokat, látod a családokat, látod a kisgyerekeket, a, az anyukákat gyerekekkel, tehát nem lehet elmenni a probléma mellett, hiszen annyira kint van az utcán, és annyira a hétköznapok része, hogy ők most velünk élnek.